Erőt, egészséget, sziasztok! Ebben a videóban a lábszár, elsősorban az Achilles fájdalmakról fogunk beszélni, nyilván futás kapcsán, tehát ilyen futásspecifikus problémákkal fogunk titeket szórakoztatni. Itt van velem Katona Ágnes, gyógytornász, manuálterapeuta, ő fogja hozni itt a szaktudást, én pedig a biodíszlet leszek ebben a videóban. Hogyha bármilyen kérdésetek felmerülne a videó kapcsán, akkor bátran írjátok meg a videó alatt kommentben, igyekszünk mindenre válaszolni, és egyébként érdemes feliratkozni a csatornára, és bekövetni minket különböző más platformokon, akár TikTokon, Instagramon, Facebookon, Áginak az elérhetőségeit is be fogom rakni ide a videó leírásába. Szia Ági! Szia István! Ági, miért szokott fájni a futóknak az Achillesze? Mit tapasztalsz azok esetében, akik hozzád fordulnak ilyen problémákkal? Tudom, nem ennyire egyszerű a válasz, de hogy megközelítőleg mit tudnál mondani ezzel kapcsolatban? Nagyon izgi kérdés, és ezerféle választ tudnék erre mondani. Én most megpróbálom egy kicsit ilyen anatómiai perspektívából ezt felvonultatni. Rengeteget tudnál te is beszélni arról, hogy a jó futócipő, vagy rossz futócipő, vagy a futótechnika, hogy milyen a lépés hosszam a futás közben, mennyire gyakori tud lenni például az is, hogy valaki nagyon lábujjhegyen fut, és nem megfelelően használja itt a futótechnikát, de ezeket meghagyom neked egy másik videóban. És most beszéljünk egy kicsit arról, hogy itt biológiai, anatómiai értelemben mi az, ami elő szokott fordulni. Anélkül, hogy nagyon mélyen belemennénk itt a funkcionális anatómiába, azt érdemes tudni, hogy van egy olyan elképzelés, amely szerint nem csak úgy izoláltan vannak a testrészeink, hanem van egy úgynevezett anatómiai lánc, egy funkcionális lánc, ami Thomas Myers munkássága óta tudjuk, hogy a kötőszöveteinket, az izompójákat, illetve különböző struktúrákat a testen belül egy ilyen hosszanti irányban összeköt. Na és ez a nagyon elméleti része, hogy ez gyakorlatban mit jelent. Ez azt jelenti, hogy nem csak úgy van egy Achilles-színem, ami meg tud fájdulni valami miatt, hanem az az Achilles-szín, ez egy nagyon-nagyon fontos állomása egy olyan láncnak, amihez hozzátartozik még rengeteg más anatómiai képlet. Például a vádlim, például a talpam, hogyha följebb megyünk, például a combnak a hátsó része, és így tovább. Tehát van egy ilyen hosszanti lánc, amit végig tudok követni, aminek csak egy tagja az Achilles-ín. Ez miért fontos? Ez azért fontos, mert amikor arról gondolkozunk, vagy arról beszélgetünk, hogy nekem fáj az Achilles-ínam, akkor itt a rengeteg lokális kezelés mellett lökés hullámterápia és egyéb kenegetések, borogatások, amiket úgy elsősorban mindenki meg szokott próbálni. Érdemes egy kicsit tágabban szemlélni ezt az egészet, és abba belegondolni, hogy mi van, ha nem az Achilles-színammal van probléma. Mi van akkor, hogyha az Achilles-szín az csak egy olyan üzenethozó, egy olyan jelzőrendszer, ami valami másnak a nem jó állapotáról szeretne engem informálni. Mi szokott ez gyakorlatban lenni, vagy mi az, amivel leggyakrabban találkozom? Amivel leggyakrabban találkozom az az, hogy nagyon sokszor itt a hátsó láncban, amihez hozzátartozik a vádli, hozzátartozik a combnak a hátsó része, és így tovább, hogyha haladunk föl a hát mentén, a hátizmok, és egészen föl így följutunk ezzel a lánccal a koponyának a tetejére. Tehát, hogy valahol ott hátul valami nincsen rendben, ami azt jelenti, hogy valami feszesség, valami olyan diszfunkció alakul ki, ami nekem az én mozgékonyságomat, ennek a hátsó láncnak a mozgékonyságát egy picit korlátozza. Ami nagyon gyakori, az például az, hogy a vádliban vannak olyan feszültségek, olyan rövidültségek, amik magának az izomnak a működését, a nyújthatóságát befolyásolják, és miután ez a nyújthatóság ez korlátozottá válik, ez nem feltétlenül a vádlinak az izomzatában fog tünetet adni, nem a vádlinak az izomzata lesz, lehet, hogy
nagyon beszédes, már előfordulhat, hogy itt-ott esetleg érzékeltem már azt, hogy feszesebb, vagy ha hengerezem, hogy egy kicsit olyan göröngyösebb, olyan érzékenyebb, de hogyha ez nagyon sokáig fennáll, és mondjuk nem foglalkozok ezzel, akkor egy idő után az extra terhelés, amit a szöveteknek a feszessége okoz, az Achilles ínon fog egyfajta jelzést adni, tehát hogy elképzelhető, hogy ott fog valamilyen probléma jelentkezni. Mi okozhatja ennek a hátsó felszíni láncnak a feszességet? Tehát milyen egyéb dolgok gondolok itt, akár egy műtéti beavatkozás utáni hegre például, vannak még esetleg ilyenek, amik okozhatnak, akár így a gerinc környékén például, hogy azért az elég távol esik így az Achilles íntól, és mégis előfordulhat, hogy befolyásolja mondjuk az Achilles innak az állapotát, egy korábbi mondjuk gerinc műtét. Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert bárhol a testen lévő hegek, az a szöveteknek, a lágy részeknek a nyújthatóságát befolyásolják, letapadásokat tudnak okozni, ami összességében a mozgástartománynak a változását tudja befolyásolni abba az irányba, hogy valami kevésbé lesz mozgatható, vagy egy lágy rész kevésbé fog tudni nyúlni és alkalmazkodni egy bizonyos mozdulathoz. Úgyhogy a hegek nagyon fontosak, de hogy nem feltétlenül kell, hogy legyen hegem, nem feltétlenül kell, hogy legyen egy gerinc műtétem ahhoz, hogy ez az állapot fennálljon. Elég az, hogyha éppen ülök sokat, vagy éppen ülő munkát végzek, ugyanis ahhoz a pozícióhoz, a test nagyon intelligens, és mindig azt fogja nézni, hogy az a pozíció, amiben én vagyok, vagy az a test használat, amiben én teszem magam, ahhoz ő hogyan tud alkalmazkodni. Hogyha én sokat ülök, akkor az én szöveteim is ehhez fognak alkalmazkodni, és most itt ugye a hátsó láncról beszéltünk, ami szintén le fogja képezni az ülésnek a pozícióját, és ehhez alkalmazkodva fog adaptálódni, és egyfajta szöveti mobilitást, vagy annak a hiányát meghatározni. Úgyhogy akár csak annyi, hogy ülök sokat, és nem foglalkozok azzal, hogy ezt valahogy kompenzáljam, az nagyon-nagyon fontos. És ezt itt megjegyezném, hogy az, hogy kompenzáljak egy ülést, az, hogy fölállok utána az irodai székből, és elmegyek futni, az nem feltétlenül kompenzáció. Tehát itt nagyon sok olyan más kiegészítő mozgás, nyújtások, mobilizációs gyakorlatok, minél többféle típusú mozgás, ami nagyon fontos. Tehát, hogyha én irodai munkát végzek, vagy sokat szoktam ülni, és elmegyek futni, szuper, nagyon jó, menjetek, fussatok, de hogy a testünk nagyon szereti a változatos mozgásokat, és azokat a típusú mozgásokat, amik nem csak egyfajta irányban terhelnek minket, de hogy így a térnek a minden irányában egyfajta mozgékonyság növelést tudnak hozni, úgyhogy érdemes lehet a futást is akár mobilizációs technikákkal, hengerezős rutinnal, más típusú edzésekkel kiegészíteni, ugyanis annál rugalmasabb és annál mozgékonyabb lesz a rendszerem, minél többféle terhelésnek, minél többféle irányú mozgatásnak teszem ki. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, igen, a heg az okozhat egy ilyen fajta elakadást itt a szöveti mobilitásban, vagy itt a hátsó láncban, de akár az, hogyha nagyon monoton, ismétlődő terheléseknek van kitéve a testem, akár az, hogyha még ha futok is, elfelejtkezek a megfelelő regenerációról, vagy a bemelegítésről, hát hogyha az a típus vagy, aki szereti ezeket kihagyni, vagy átugrani, az sem annyira előnyös, mert hogy hosszú távon az is meg tud jelenni például, hogy Achilles problémában. Van esetleg olyan teszt, amivel lehet mondjuk ennek a hátsó felszíni láncnak a feszességét, vagy nem tudom, hogy ezeket a letapadásokat ezen a láncon valahogy így megállapítani? Van nagyon sok teszt, amit ilyenkor el szoktunk végezni. Ugye azt kiemelném, hogy nem ennyire egyszerű fekete és fehér valami. Tehát, hogyha valakinek problémája van az Achilles ínjával, vagy annak a területnek van egy fájdalma, akkor ezt nem lehet kijelenteni, hogy ezt az egy tesztet, ha megcsinálom, és ez jó vagy nem jó, akkor biztos, hogy azért van, mert ahogy most beszélgetünk erről, nagyon sok minden
meg tud bújni a háttérben, de van egy nagyon-nagyon egyszerű, csak hogy egy kicsit kísérletezhessetek ti is otthon, például a hátonfekvésben, hogyha elhelyezkedünk, és megpróbálom nyújtva az egyik lábamat megemelni, és megnézem, hogy ezt meg tudom-e annyira emelni, hogy a talpam a plafon felé nézzen, tehát hogy egy ilyen 90 fokos szöget zárjon be a lábam a talajjal. Ha ez megy, akkor azt lehet mondani, hogy van egy jó, egyrészt izületi mozgás tartomány, van egy jó rugalmassága a hátsó láncnak, ami kizárhatja azt, hogy mondjuk az van az Achilles fájdalom hátterében, de azért ezzel is óvatosan bánnék, mert ugye az, hogy egy láncnak mondjuk az ilyen irányú nyújthatósága vagy mobilitása az megvan, az csak egy tényező, de akár lehetnek ott az ín körül, vagy ennek a láncnak a környezetében lévő izmok körül is olyan letapadások, tehát a különböző izomcsoportok is lehetnek letapadva, lehetnek olyan kötőszövetes rétegek, amik esetleg picit össze vannak tapadva, és attól még lehet, hogy jó lesz ez a tesztünk, amit megnézzünk, de hogyha kicsit mélyebben nézzünk szét itt az izomszövetben, vagy a vádli körül, lehet, hogy fogunk találni valami olyat, ami megmagyarázza ezt a fájdalmat. Igen, és talán az is fontos, hogy lehet bármilyen jó állapotban ez a hátsó felszíni lánc, meg lehet bárki bármennyire mobilizálhat, hengerezhet, stb. Tehát az fontos, hogy az edzéstervedet, ahogy felépíted, nem szabad, hogy ilyen nagyon drasztikus terhelésnövelés legyen. Mert ugye lehet, hogy minden rendben van strukturálisan, de hogyha egyszerűen nem észszerűen végzed az edzéseket, túl sok intenzív edzést végzel, attól is megfájdulhat az Achilles-ed, tehát ez tipikusan okozhat Achilles problémákat, a gyorsfutás, és ilyenkor nem feltétlenül ez lesz majd a megoldás, hanem egyszerűen először mindig vizsgáld meg az edzéstervet, hogy oké, ezt megfelelően végezted-e, hogyha igen, és mégis jelentkeznek ezek a fájdalmak, és azt érzed, nyilván elvégezheted ezt a tesztet is, amit az előbb Ági is említett, és lehet, hogy megállapítod, hogy nálad ezen a láncon valahol probléma van. Nyilván ebből a tesztből nem lehet megtudni, gondolom én, hogy hol van ez az adott probléma. Tehát mindenképp érdemes utána szakemberhez fordulni, hogyha azt látod, hogy az edzésterved az észszerűen, észszerűen van felépítve, betartasz edzéselveket, és mégis Achilles probléma, vagy bármilyen más fájdalom, futósérülés keletkezik, akkor érdemes első körben ki lehet ezeket a teszteket is próbálni otthon, de hogy utána érdemes szakemberhez fordulni, mert a teljes körű és pontosabb diagnózist tőlük fogjátok megkapni. Úgyhogy ha bármilyen kérdés lenne, vagy szakemberre lenne szükségetek, akkor bátran tudom ajánlani Ágit, jelentkezzetek be hozzá, és nem érdemes tényleg ilyen fájdalomcsillapítókkal edzeni, akár hónapokon keresztül, mert ezek nem arra lettek kitalálva, hogy valaki úgy szedje, mint a cukorkát, akár hónapokon keresztül. Tehát nem érdemes görgetni a problémát, mert addig igazából nem tudtok teljes értékű edzésmunkát sem végezni. Mindig ott lesz alapértelmezetten ez a probléma, ami elrontja a napotokat akár, hogy érzitek, hogy nem tudtok úgy edzeni, kevesebbet tudtok csak futni, alacsonyabb intenzitáson tudtok csak futni, és érdemes ezt minél előbb rövidre zárni, és akkor megtudni, hogy mi a konkrét probléma, és egy valamilyen kezelést alkalmazni erre. Amivel szintén sokat szoktam találkozni, és ezt fontos lehet megemlíteni, hogy mi van akkor, hogyha valaki egy teljesen jó edzéstervet követve nagyon figyelmesen, nagyon tudatosan hozzáállt a futáshoz, de valami történt, bármilyen sérülés, bármilyen betegség. Abban gyakran bele szoktak esni a futók is, hogy azt gondolják, hogy ha kimaradt egy kis idő, akkor ugyanonnan lehet elkezdeni, vagy ugyanonnan lehet folytatni a futást és az edzést, mint ahol abban lett hagyva. Ez nagyon fontos kiemelni, hogy nem. Tehát ha bármi miatt egy kis szünet állt be az edzésbe, akár betegség, akár sérülés miatt, utána újra kell gondolni, és újra kell konstruálni az egész edzéstervet, és nem lehet onnan folytatni, mint ahol abba lett hagyva. Ugyanis egy ilyen hirtelen terhelés, aminek kiteszi magát az ember, ugyanúgy ezeknek a panaszoknak lehet a forrása. Igen, és talán az még fontos lehet ehhez a sérüléshez is, meg nyilván az összes többihez is,
hogy lehet, hogy egy bizonyos edzésterhelést még elég jól tolerál ugye a testünk, ilyen-olyan problémákkal, tehát hogy így nem manifesztálódik semmilyen fájdalomban, semmilyen sérülésben, viszont ezek a gyenge pontok előbb-utóbb elő fognak jönni, ahogy a terhelés növelitek. Tehát eljutottál egy bizonyos edzettségi szintre, mondjuk már tudsz 2 órás félmaraton futni, de növeled a heti kilométer számot, egyre gyorsabb edzéseket végzel azért, hogy 1.50-es félmaraton tudj futni, aztán 1.40-es, és így tovább. És ahogy növeled a terhelést, előbb-utóbb ezek a strukturális, ilyen-olyan problémák, ezek elő fognak jönni. Tehát lehet, hogy attól, hogy nem okozott problémát, egy alacsonyabb edzésterhelés mellett, hogy neked itt akár a hátsó felszínláncon, vagy bárhol valamilyen hiányosságod, vagy gyenge pontod volt, az nem azt jelenti, hogy később mondjuk nem fog előjönni, amikor már nagyobb terhelés, ezáltal ugye több regenerációs időre is lenne szükség, és hogyha esetleg a regeneráció is sérül, akkor pedig még gyorsabban elő fognak jönni ezek a problémák, mert nagyobb terhelést kap a szervezet, és hogyha nagyobb terhelést kap, akkor ezek a gyenge pontok, ezek szintén nagyobb terhelést fognak kapni, és ezek reagálni fognak erre, akár sérülés, akár fájdalom formájában. Abszolút, úgyhogy legyetek szemfülesek magatokkal kapcsolatban, meg itt a testérzetekkel kapcsolatban. Ne elégedjetek meg azzal, hogy olvastatok 2 cikket, és nem találtatok megoldást, pedig megpróbáltátok az ott lévő dolgokat vagy praktikákat alkalmazni saját magatokon is. Ugyanis van, hogy egy kicsit mélyebb a nyúl ürege, és messzebbre kell ásni, mint ahova gondoltok. Nem biztos, hogy lokálisan lehet megoldani egy problémát, hanem lehet, hogy itt testen belül egészen más irányokba kell gondolkozni. Erre nagyon sok példa van, van konkrét példa is, pont egy triatlonos versenyzőnél, aki aztán még egy ahilleszín műtét alá is alávetette magát. 3 éves kávárja van itt az egész háttérben, és aztán kiderült, hogy egyébként az ellenoldali csípőjében volt egy olyan kompenzációs minta, amit helyre kellett tenni. Szóval nagyon sok felé el lehet sodródni, hogyha az ember megelégszik az egyszerű megoldásokkal, vagy nagyon köti magát ahhoz, hogy megpróbálja csak lokálisan, csak helyileg kezelgetni a problémát, úgyhogy ti legyetek ebben nagyon éberek, és hogyha úgy érzitek, hogy segítségre van szükségetek, akkor itt vagyunk. Igen, reméljük, hogy hasznos volt ez a videó számotokra. Hogyha szeretnétek kicsit gyakorlatiassabb tartalmat látni tőlünk, rövidebb formátumban, tehát nem ilyen hosszabb beszélgetést, akkor érdemes követni minket TikTokon, Instagramon, Facebookon. Katona Ágit is megtaláljátok ezeken a platformokon, és engem is. Be fogom linkelni ezeket az oldalakat ide a videó leírásába. További eredményes és sérülésmentes futóedzéseket kívánunk nektek. Sziasztok! Sziasztok!